Már nincs messze az az idő, amikor nagyságrendekkel többen juthatnak majd be egy volán meccsre, akár egy újabb döntőre. Rendben, ütemezetten halad az Alba Aréna építése, amely méltó otthona lesz Magyarország Bajnokok Ligájában szereplő hoki csapatának, vagyis a története első osztrák döntőjét játszó Hidrofehérvár AV19-nek, és nem utolsó sorban pedig a fehérvári remények szerint sokszor a magyar válogatottnak is. A Modern Városok program keretében megvalósuló multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megépítése mellett komoly úthálózati fejlesztést is jelent a beruházás, hiszen közvetlen összeköttetés létesül az Alba ipari zóna és a Budai út között. A kivitelezés tervezett átkutási ideje 26 hónap, tehát a beruházás a tervek szerint 2023. decemberében fejeződik be. A nagyszabású beruházásra megvalósuló Alba Aréna egy 6000 fő befogadására alkalmas csarnok lesz, ami 2250 fő küzdőtéren történő elhelyezhetőségével bővíthető. A jégkorongsport mérkőzéseinek kiszolgálása mellett egyéb teremsportok, valamint Székesfehérvár is környéke igényeit kiszolgáló egyéb előadások, vásárok, koncertek, egyéb sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas csarnok jön majd létre.